Sziasztok! Két okból született meg ez a mai videó. Egyrésztről nagyon bevásároltam hajápolási termékeket, és tudom, hogy úgyis szeretitek a haul videókat, úgyhogy azokat szeretném nektek megmutatni, hogy miket vettem. Illetve, ha már ott voltam és bevásároltam, úgy döntöttem, hogy nektek is veszek valamit, hiszen most már nagyon közel vagyunk az 1000 feliratkozóhoz, és ezt szeretném nektek megköszönni egy kis meglepetéssel. Úgyhogy, ha érdekelt titeket is, hogy mit nyerhettek, és hogyan játszhattok, akkor a videó végén elmondom, most pedig nézzük meg, hogy miket vettem. Egy fodrászkellékes üzletben voltam, úgyhogy professzionálisabb dolgokat vettem, legalábbis remélem, hogy ezek valamit segíteni fognak. Ugyanis most konkrét problémával mentem oda, elkezdett így viszketni a fejbőröm, illetve egy kicsit korpásodott a hajam, úgyhogy ezt szeretném visszafordítani. Úgyhogy ennek a problémának a megoldására vettem számtalan terméket, amiket most megmutatok nektek. Remélem, hogy valamelyik ebből segíteni fog. Az első az a System Professionalnek, ez a Clear Scalp termékcsaládja. Van egy ilyen sampon, illetve egy ilyen hajpakolást is vettem. Ezek a Vellától vannak egyébként. Meglátom, hogy ez jó lesz-e. Ezt egyébként az ott dolgozó fodrász nagyon ajánlotta, hogy ő is ezt használja privátban, úgyhogy remélem, hogy nekem is segíteni fog. Vettem ezen kívül az Indolától egy ilyen korpás hajra való sampont. A Schwarzkopptól is vettem ezt a BC Scalp Genesis sampont, ami egy kicsit olajosabb fejbőrre van, úgyhogy remélem, hogy talán ez jó lesz nekem. De őszintén szólva szerintem minél szebb a csomagolás, annál kevésbé szoktak valamit érni a samponok. Úgyhogy én leginkább ebben bízok, pláne, hogy ajánlotta az ott dolgozó fodrász is nagyon. És még egyet vettem, aminek már majdnem ilyen gyógyszertári kinézete van, ez pedig a Rauchtól van. Ez egy svájci márka, és még nem is hallottam róla előtte. Ez egy ilyen fűszfakérges sampon. Ezt úgy tippelem, hogy nagy illata nem lesz, de talán ez fog még a legtöbbet segíteni, vagy a már említett SP, de igazából nem tudom, tehát ezek közül bármelyik lehet. Szóval 4 sampont vettem, így korpásabb és viszkető fejbőrre, illetve egy pakolást. Amit még szintén vettem, amit én mindig szoktam venni, ez a Serie Expert pakolás. Ezt majd azután használom, hogyha ezek elfogytak, hogy ne keverjem be. Illetve, amit még szintén használok, ez a Marianillától a Cacao Intense. Erről már láthattatok egy videót, azt majd belinkelem ide nektek. Ennek nagy segítségével sikerült lenövesztenem a szőke hajamat. Még egy nagyon-nagyon pici látszik rajta, tehát itt látjátok, hogy ez még szőke, de a nagy része az most már barna, úgyhogy még, amíg ez a picike lenől, addig használom majd ezt, aztán már erre sem lesz szükségem. Úgyhogy, ha valakit érdekel, hogy melyik termékkel sikerült a legnagyobb sikert elérnem, akkor írjon egy kommentet, és szívesen megosztom veletek majd az eredményt. Na, és akkor most mehetünk a nyereményjátékhoz, hogy mit is nyerhettek. Egyrésztről nagyon köszönöm mindenkinek, aki már régóta követ, meg annak is, aki nem régóta, de örülök mindannyiatoknak, hogy itt vagytok. Most már nagyon közel vagyunk az 1000 feliratkozóhoz, ami tudjátok, hogy nekem nagy célom volt, mert akkor a sima kvázi üzenőfalra is ki tudok nektek írni dolgokat, ami sokkal egyszerűbb a kommunikáció során, nem kell mindig Instagrammal posztolnom valamit, ahol egyesek nem is tagok, nem követnek, nem látják, hogyha valamit kiírok. Főleg a diétás videóim kapcsán szokott előfordulni, hogy kiírok nektek valamit, hogy hát most nagyon nem volt kedvem felvenni egy részt, és akkor kettőt összevonok, vagy abszolút nem is vagyok otthon. És erre nagyon jó lenne nekem, hogyha ott tudnék veletek kommunikálni, mert sokkal-sokkal egyszerűbb. És ezt csak 1000 feliratkozó után tudom megtenni, úgyhogy nagyon remélem, hogy minél hamarabb elérjük ezt a számot, és akkor egyszerűbben tudok veletek kommunikálni. Úgy döntöttem, hogy valami olyannal szeretnélek titeket meglepni, amit én is minden nap, hát ha nem is minden nap, mert nem minden nap mosok hajat, de minden hajmosás után használok, vagy majdnem minden hajmosás után, az pedig a Revlonnak ez a One Step hajszárító keféje. Erről is láthattatok már nálam egy videót, majd azt ide belinkelem. Ezt egy évet csináltam, szerintem pont egy éve, nem, az augusztusban volt, majdnem egy éve,
Még mindig nagyon szeretem a sajátomat, és annyira hasznos szerintem, olyan szépen be tudom vele szárítani a hajamat, amit én előtte még soha nem tudtam csinálni. Úgyhogy mivel én ezzel a termékkel annyira meg vagyok elégedve, úgy döntöttem, hogy nektek is veszek egyet, és ezt fogom köztetek kisorsolni. Ezt a nyereményjátékot most elsősorban azoknak a követőimnek szántam, akik már egy ideje követnek engem, de nem szeretnék senkit kizárni, ezért azok is játszhatnak, akik esetleg csak most találtak rá a csatornára. Hogy mit is kell tennetek, hogy versenyben legyetek? Először is, ha még nem voltatok feliratkozva rám, akkor iratkozzatok fel, illetve nyomjatok a csengő szimbólumra a feliratkozás mellett. Lájkoljátok ezt a videót, és kommentben írjátok meg, hogy nektek milyen a hajatok, milyen színű, hullámos, egyenes, hogy szoktátok hordani. Akinek esetleg van Instagramja, az örülök, hogyha Instagramon is feliratkozik rám, de ez a játékban való részvételhez most nem feltétel. Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy tényleg csak azokat tudom a játék sorsolásába bevonni, akik ezeket a lépéseket teljesítették, és kommentben is igenis ott van, hogy milyen a hajuk. Én most ezt találtam ki ez a nyereményjátékhoz, és kérlek, hogy ezt vegyétek figyelembe. A másik dolog, amit szeretnék, hogyha figyelembe vennétek, én ezt a hajszárító kefét Ausztriában vettem. Úgyhogy a jótállás is Ausztriában lesz érvényes. A nyertesnek elküldöm majd a számlát is vele, de tényleg szeretném kérni, hogy ezt vegyétek komolyan, hogyha bármilyen probléma van vele, akkor nektek kell a garanciát intézni. Ez egy kicsit bonyolult nekem így országon átívelően garanciát intézni. Utána nézek nektek szívesen, hogy hova kell menni, vagy mi van hozzátok a legközelebb. De egyébként úgy van, hogyha bármi lenne vele, akkor egy roma üzletbe kell bemenni. Ez furcsa neveben tudom, de itt a fodrászkellékest így hívják. És a számlával, hogyha bementek, akkor egyből kicserélik nektek. Azt hiszem az első egy évben, hogyha bármi probléma lenne. De ezt lekopogom, az én hajszárítomnak már egy éve semmi baja, úgyhogy biztos, hogy ezzel sem lesz semmi gond. De mint mondtam, megkapjátok hozzá a számlát, tehát hogyha bármi van, akkor tudjátok ezt intézni, de kérlek, ezt vegyétek figyelembe, hogy nem én fogom intézni nektek, hogyha garancia kell, hanem ti csináljátok magatoknak. Még egy fontos információt elfelejtettem közölni, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ezt a terméket most csak Magyarország területén belül tudom postázni. Esetleg még, hogyha valaki Ausztriából néz engem, és innen szeretne játszani, akkor ott még tudok postázni, de ez most csak Ausztria, illetve Magyarország. Kérem, hogy ezt is írjátok bele a kommentekbe, hogy Magyarországról vagytok-e, vagy Ausztriából. Köszönöm. Most úgy döntöttem, hogy nem fogok megnevezni egy nevezési határidőt, hanem amikor elérjük az 1100 feliratkozót, akkor fogom lezárni a játékot. Ezt majd beírom a videó leírásába, hogyha ez megtörtént, illetve ki fogom posztolni Instagramra is, úgyhogy ezért is megéri engem ott követni. De egyébként látni fogjátok, hogyha lezárult a játék. Akkor fogok sorsolni, és ekkor fogom módosítani az én első kommentemet, ahol látjátok majd a nyertes nevét. A nyertes kérem majd, hogy vegye fel velem a kapcsolatot e-mailben. Na remélem minél többen játszotok velem, és még egyszer köszönöm, hogy ennyien követtek, legközelebb is találkozunk. Sok sikert, sziasztok!